72 percet kellett várni az első diósgyőri kapura lövésre, és utána végén is volt egy szabadrugás. Mindkettő az ex-ferencvárosi Jenner nevéhez fűződik. Miért tanúsított ilyen kevés ellenállást a DVTK-ban? Hát nem egyet értek azon, mert első fél időben is volt a szabadrugás. Jelen pillanatban Fradi jobb csapat, és ez volt a mi maximum, amit tudtunk produkálni. Fradi jelen pillanatban, még egyszer mondom, túl erős nekünk. Hát ez nem az a Diózsió, nem akarom megbántani, de mindenki tudja, milyen helyzet van Diózsióban, szóval nem ez a csapat nyert tavaly a Ferencváros ellen hazai pályán 2-1-re. Most nagyon nagy a baj Diózsőrben? Hát nem hasonlítottunk egy komoly csapatra. Van sok minden miatt, de viszont kevesen vagyunk meg, ettől is 3-4 meghatározó játékos sérült, az már sok nekünk. Alves, Huszics, Koman, az már nagyon sok jelen pillanatban. Gratulálok a Fradinak. A héten arról panaszkodott, hogy nem nagyon tudja, hogy rakja össze a védelmet erre a hétvégére, hiszen elég rosszul igazolt a DVTK téli szünetben. Sikerült valahogy? Ez a három kapott gól ellenére? Hát nekem ez van, más nincs. És én nem akarok panaszkodni már semmire, azért mert elég látványos az egész. Ez az összes védő, ami van, szóval nem akarok hibát keresni ezek a játékosok, akik játszottak, azért mert ők adták saját maximumot. A héten milyen volt a hangulat az öltözőben? Hát erről most fölösleges beszélni azért, mert egy ilyen széria után bármit mondani szerintem komolytalan lenne. További részletek holnap a Sporthétben 1:20-kor Tomislav Szivicstől. Köszönjük szépen! És már is itt van Roland Lama. Congratulations. Thank you. You have scored a fantastic goal with your heel. How many goals have you scored with your heel in your career? So, gratuláltam Roland Lamának. Egy fantasztikus, látványos gólt szerzett sarokkal. Azt kérdeztem tőle, hogy hány ilyet szerzett a karrierje során? It's only my first goal here, but in the training I tried to do this, but today is very important for Fradi, and we try to take the 3 points, and after we take 3 points, it's very important. Azt mondja Roland Lama, hogy ez volt az első gólja a sarokkal. Arra koncentráltak egész héten, hogy begyűjtsék a 3 pontot a Diósgyőr ellen. Fantasztikus mérkőzés volt, thank you very much. Congratulations again. És már is itt van Tomás Doll. Gratulálunk. Magabiztos siker. De azért csodaszámba ment volna, ha Diósgyőr ma le tudja győzni a Ferencvárost itt a Groupama arénában. Hogy gondolja? Ja, ich denke immer, entscheidend ist, wie wir Fußball spielen, und das machen wir sehr, sehr gut zur Zeit. Azt hiszem, az a dönt, hogy mi hogy játszunk ma a focit, és azt hiszem, most nagyon jól játszunk. Es war sehr, sehr schwer heute bei diesen heißen Temperaturen. Nagyon nehéz volt ma, nagyon meleg volt ma. Und ich denke, die Jungs haben wieder ein tolles Spiel abgeliefert. Natürlich kann man das ein oder andere Tor mehr machen, aber wir haben 3-0 gewonnen gegen Diósgyőr, und ich glaube, alle sind zufrieden wieder im Stadion auch. És úgy gondolom, a fiúk, illetve a csapat nagyon szép mérkőzés mutatott be, persze lehetett volna még több gólt lőni, de 3-0-ra nyertünk, úgy gondolom mindenkit a stadionban elégedett lehet. Roland Lama azt mondta az imént nekem, amit el is felejtettem elfordítani, bocsánat, hogy az edzésen néha gyakorolja ezeket a sarkazásos gólokat. Így van? Bei uns darf man im Offensivbereich alles machen, solange das im Sinne der Mannschaft ist. De nálunk a támadás területe minden szabad, ami legalábbis a csapat érdekét képviseli. Ez most azt képviselte valószínűleg 2-0-ás vezetésnél. Mi járt az ön fejében, amikor a közönség az ön nevét skandálta kétszer is az első fél időben, illetve a második fél idő végén? Egyébként megjegyezném, hogy több mint 10 000 látogattak ki a Groupama arénába. Ja, ich denke für den Coach ist es immer ein großartiges Gefühl, und man sieht ja, wir haben heute wieder wunderbare Fans hinter uns gehabt, und ich freue mich natürlich, wenn sie meinen Namen rufen, heißt das natürlich, meine Spieler haben gut gespielt. Természetesen egy edző számára ez egy nagyszerű érzés, ma látszik is, vagy lehetett látni, hány nagyszerű szurkoló volt ma itt, és ha egy edzőnek a nevét kiabálják, az azt jelenti, hogy a csapat jól teljesített.